1995 óta ünnepeljük országosan a kisebbségek napját. Ennek az apropójából szervezi meg a Nemzetiségi Napját Tolnaváros német önkormányzata. Az immár 27. alkalommal megrendezett programmal a szervezők célja, hogy ne csak a helyi, hanem a régióban működő együtteseket is meghívja annak érdekében, hogy a helyi közönségnek képet adjanak arról, hogy milyen a német nemzetiségi kulturális élet a térségben. A hagyományok ápolása és őrzése szempontjából is biztató az, hogy a sok résztvevője között meghatározó súllyal voltak jelen a fiatalok. A Nemzetiségi Napot ennek fényében a tolnai Eötvös utcai általános iskola kisdiákjai nyitották meg. Fülöp Mónika, a város német nemzetiségi önkormányzatának elnöke a beszédében azt emelte ki, ez az alkalom az éves naptárukban az egyik legfontosabb, hiszen minden alkalom hozzáad ahhoz az erőfeszítéshez, amellyel segítik ápolni és őrizni a német nemzetiségi kultúrát és hagyományokat. Ezért is hívtak meg a térségből számos olyan fellépőt, akik ezeket az értékeket jelenítik meg a színpadi produkciókban. A Kakasdi Német Nemzetiségi Kórus is elfogadta a meghívásunkat, a Mözsi Német Nemzetiségi Klubnak a kórusa, valamint a Tolnai Német Baráti Kör kórusa is fellép, ugye ők helyi kórusaink, és fellépnek ma a Heimat Német Nemzetiségi Tánccsoport Pátaszékről, és egy újdonság, kicsit kiléptünk messzebbre is, a Sombereki Ulrich Trió zárja a programot. Fülöp Mónika arról is beszélt, milyen fontos a német kultúra megismertetése és átadása lehetőleg minél fiatalabb korban. A Tolnai Nemzetiségi Egyesület tagjai most azon dolgoznak, hogy saját hagyományőrző tánccsoportot tudjanak felállítani. Ez a célunk is, hogy legyen utánpótlás, mert a Tolnának nincsen tánccsoportja, hosszú évekig volt Mözsön, és a célunk az, hogy az utánpótlás tudjuk majd így pótolni, tehát nagyon szeretnénk egy tánccsoportot Tolnán, szeretnénk az énekkar, vagy a két énekkar is működik, és szeretnénk, hogyha fiatalodnának egy kicsit a kórusok. Appelshofer Ágnes polgármester a köszöntő beszédében arról beszélt, hogy mennyire fontosnak tartja a hagyományok és a kultúra átörökítését nemzedékről nemzedékre, hiszen az ide települt német ajkúak annak idején otthonra találtak Tolnán. Hogyha egy kicsit személyesebbé próbálom venni, akkor nem veszik zokon ezt nekem. Mostanában a temetőt járjuk. És mindannyian nyilván, vagy az elmúlt napokban, vagy az elkövetkezendő napokban megyünk a helyi temetőkbe, ahol, hogyha megyünk a sírok között és nézzük a sírok feliratát, akkor bizony nagyon-nagyon sok német név van. Olyan nevek is, ahol még a keresztnevet is németül írták, nem csak a vezetéknevet. És ilyenkor az embernek egy kicsit elszorul a szíve, én azt gondolom, hogy honnan jöttek, mivel jöttek, amikor ide kerültek Magyarországra, ide Mözsre, akkor hogy találtak, hogy teremtettek otthont maguknak. Én azt gondolom, hogy az, hogy ma itt vagyunk, és ennyien vagyunk, itt Tolnáról és Mözsről is, a környező településekről is, azért mégiscsak azt bizonyítja, hogy a németek itt otthonra találtak, és én nagyon remélem, hogy soha többet nem kényszerülnek arra sem németek, sem mások, hogy ebből a hazából el kelljen menniük. A német nemzetiségi est közös vacsorával zárult.